A rablások száma tavaly az előző évben regisztráltnak a felére csökkent. A fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően kevesebb volt a lakásbetörés is. A garázdaságok tekintetében is folytatódott a csökkenő tendencia. Országos összehasonlításban azonban még így is magas volt a regisztrált esetek száma, hangzott el az értekezleten. A személygépkocsi lopás egyáltalán nem jellemző a megyére. 2015-ben mindössze 12 ilyen bűncselekmény történt. Örömmel mondhatom, hogy 2015-ben az előző évhez képest regisztrált bűncselekmények száma a szerény mértékben is, de csökkent, mint egy másfél kétszázalékkal Ez a tendencia azonban évek óta tart, és azt gondolom a megye bűnügyi terheltsége még így is jelentős, de hogyha az irányt jónak veszük, és ha megteszünk mindent a, a bűncselekmény megelőzése és főként a felderítése vonatkozásában, akkor hülyen szolgáljuk az itt élő lakosságnak a, az érdekét. Tavaly összesen három szándékos emberölés és három emberölési kísérlet történt a megyében, az elkövetőket minden esetben elfogták. A rendőrök a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársaival közösen felderítettek egy 13 évvel ezelőtt Kántor Jánosiban elkövetett emberölést is. Balog János műveleti országos rendőrfőkapitány helyettes kiváló színvonalúnak értékelte a rendőrfőkapitányság elmúlt évi tevékenységét. A bűncselekmények száma ugyanis csökkent, a felderítési arány javult, a bűncselekmények el okozott anyagi kár megtérülési aránya pedig az országból szabolcs már Bereg megyében volt a legmagasabb. A megyei rendőrfőkapitányság a megyék rangsorában, képzeletbeli rangsorában első helyen végzett közel 70%-os nyomozás eredményességgel. Én azt hiszem, hogy példaértékű ez a tevékenységünk, és hát a, ez a számadat gyakorlatilag nagy felelősség is az előttünk álló esztendőre, hogy ezt tartsuk, vagy lehetőség szerint, ha lehet, javítsunk is rajta. Nőtt a határátkelőhelyek forgalma is, 8 milliót meghaladta az éves személyforgalom, a járműforgalom forgalom pedig 3 millió fölött volt. Bár a migrációs nyomás nem erre a megyére koncentrálódott, az illegális bevándorláshoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma itt is nőtt. A személyi sérüléssel járó és a halálos közúti közlekedési balesetek száma is csökkent tavaly, a balesetben elhunytak száma csak nem harmadával esett vissza.